Sziasztok, mi vagyunk a Collin zenekar. Iván szerint ez szopóállarc. De azt mondta, hogy csak az enyém szopóállarc. Az övék nem. Úgyhogy, de én beleegyeztem, mert félek, hogy eltöri a combcsontomat. Amióta Lucha Libre maszkokat hordunk, azóta Iván sokkal kéjesebb, meg bujább, mint valaha. És erősebb is. Tegnap eltörte a Jagged gitárosának, a Mosner Lacikának a combcsontját. Kigáncsolta. 10 évig kungfuzott Ivánka régebben. Én újra jelölve vagyunk az MTV Europe Music Awards sorozaton, mint legjobb magyar előadó. Az nem példanélküli, hogy kétszer egymás után jelölve van egymás követő két évben egy zenekar a legjobb magyar előadó címre. Az viszont már példanélküli, hogy kétszer egymás után megnyerje valaki, és hát szeretnénk mi lenni. Általában sok mindenben szeretnénk mi lenni az első, de ebben meg pláne szeretnénk mi lenni az első. Nem is beszélve arról, hogy a nemzetközi hírnevünknek elég jót tesz egy-egy ilyen címke, és két egymást követő sorozatos címke pedig pláne jót tesz. Ezzel válhatunk akár regional superstárokká, és utána pedig világsztárokká. De hát nyilván ez még legalább két hét, amíg világsztárok leszünk. A Ferenci ötlete volt, hogy idén is nyerjük meg. Hát mi bezsebeljük a díjat. Még egy díj kell a másik mellé. Úgyhogy úgy van, hogy most az egész, tehát az összes pénzemet ilyen hackereknek adtam, hogy építsenek össze valami szoftvert. Állítólag már megvan a szoftver, amivel meg tudjuk nyerni. Amivel megyünk a shitre. Az is kell hozzá, hogy lenyugodjunk, és kevesebb agresszivitás lengje körül a zenekart, igaz, Iván? Én senkinek nem töröm el soha több, és semmiért. Az Ariel című konceptlemezünk így számunként kezd kicseperegni. A Mary Poppins című számunk már megjelent, és ezt a számot bárki megkaphatja, aki nekem ír egy e-mailt a colinmarco@gmail.com-ra. Szakítani szeretnénk a fizikai megjelenéssel is. Hagyományával. Végre egy szót mondtál, és stimmel. És nem káromkodtál. Nem albumformátumban gondolkodunk, sem fizikailag nem, sem pedig strukturálisan nem. Tehát én azt mondom, hogy egy szám is külön meg tud élni, nem kell hozzá 9 másik, hogy körbevegye. Nem beszélve arról, hogy így folyamatosan tudunk a közönség tagjaival kapcsolatot teremteni, folyamatosan van valamilyen aktualitás a zenekar körül. Meg jobb is a sztori, tehát így minden számot sokkal jobban lehet magunkévá tenni, mint Ivánka a Mosnernek a combcsontját. Én senkinek nem töröm el soha több, és semmiért.